Pataki Gyűrű díjra 5 vajdasági magyar hivatásos színészt jelöltek. Elor Emina és Balázs Áron az újvidéki, Mikes Imre Elek, a Kosztolányi Dezső, valamint Kalmár Zsuzsa és Mácsai Endre a Szabadkai Népszínház művészei közül egy színész veheti át az elmúlt évadban nyújtott kiemelkedő színészi alakításért járó díjat. Az említett 5 művészt Ábrahám Irén, újvidéki művésznő javasolta Pataki Gyűrű díjra. Ezúton is köszönjük egyrészt Ábrahám Irénnek az egyéves munkáját, és ezúton gratulálunk a jelölteknek a jelöléshez. 29-én este a Pataki Gyűrű gála estéjén a díjkioszton derül majd ki, hogy az 5 művész közül kikapja idén a Pataki Gyűrű gála díját. A Pataki Gyűrű mellett a díjazottaknak pénzjutalom is jár. Ezt a Magyar Nemzeti Tanács segítségével biztosította a szervező, de az MNT pénzbelileg támogatta a délvidéki magyar színjátszás napja alkalmából szervezett többi rendezvényt is. A gálaest mellett, amelynek keretében az Újvidéki Színház művészei előadják a Kokan Mladenovic által rendezett Opera Ultima című darabot, a rendezvények közül kiválik a jubileumi 10. felolvasó színház. A vajdasági magyar kortárs drámaírok részére kért pályázatra 16 pályamű érkezett, ezekből csak 2 lesz felolvasva a rendezvény keretében. Ezek a munkák mind rendkívül, illetve túlnyomó többségük rendkívül jó szöveg volt, nagyon-nagyon minőséges színpadi művek érkeztek be. Már tavaly is felmerült a kérdés, hogy vajon elég lesz-e a 2 munka felolvasása, vajon kell-e több. És idén hatványozottan jelen van szintén ugyanez a kérdés, hogy vajon elég-e csak 2 felolvasni. A vajdasági magyar szerzők 10. felolvasó színházának keretében tehát 2 drámát hallhat a közönség, ezek pedig Lénárd Róbert, Tetko és Barát Katalin a Hóhér hazatért című művei.